A sport összefoglalót a Popeye Pizzeria támogatta. Telefonszám 0670 591 39 56. Az újjászervezett Bozsik Egyesületi Program keretében immár harmadik alkalommal rendeztek alközponti fesztivált Törökszentmiklóson U7-es és U9-es labdarúgóknak. A rendezvény nem focival kezdődött, a fiatal sportolók egy íjász bemutatót tekinthettek meg a gyeprelépés előtt. Az A és a B pályán a Törökszentmiklósi Fotballklub, a Szentmiklósi Focisuli, Tiszajenő, Tószeg, Besenyszög, Kengyel, Mezőtúr, Szajol, Újszász, Százberek és Tiszapüspöki ifjú focistái oldhattak meg feladatokat különböző állomásokon. Voltak labdás és labdanélküli gyakorlatok, játszottak csapatban is egy az egyben, az állomásokon az alközpont szakembereinek irányításával zajlottak a foglalkozások. A fesztiválon jelen volt Wojtekowski Csaba, a Bozsik Egyesületi Program országos vezetője, aki részt vett a gyerekek megjutalmazásában. Minden játékos kapott ajándékot, de a szakemberek által kiválasztottakat név szerint is kiszólították, és egy emléklapot is kaptak. Ismét fesztivál volt Törökszentmiklóson a Bozsik program keretében. Hogyan látta a mai történéseket itt Törökszentmiklóson, városunkban? Hát én személy szerint nagyon jól éreztem magam. Nem csak azért, mert nagyon sok gyerek volt a rendezvényen, és mosolyogva, vidáman, önfeledten a futballal töltötték a szabadidejüket, hanem nagyon sok szülő is elkísérte jó, kiválóan előkészített pályákon. Szerintem ebből kellene több. A gyerekek is nagyon élvezték, szülők is, és én is. Úgy gondolom, hogy egy kiváló rendezvény volt. Hogy látja az itteni körülményeket az ország többi településéhez képest, mondjuk 10-es skálán hogyan lehetne értékelni? Hát szép a létesítmény, de az elkövetkezendő időszakban még van hová fejlődnie. Azt gondolom, hogy egy ilyen rendezvény lebonyolításához elegendő a mostani eszközpart, illetve ez a létesítményhelyzet, de bízom abban, hogy mivel egyre több ilyen rendezvényünk lesz, egyre több gyerek fog majd megjelenni, és ahhoz bizony fejlesztésre lesz szükség, de én azt gondolom, hogy ez a 10-es skálán egy olyan 7-es körüli állapotot takar most. Jelen pillanatban ez szerintem rendben van. Most egy pici átalakításon ment keresztül ez a rendszer. Milyenek az első tapasztalatok? Jó irányban mozdult el? Nagyon pozitívak a tapasztalatok. Nem csak azért, mert a struktúrában változtattunk, hanem azért is, mert azt látom, hogy a régiós központok és azon belül az alközpontok is foglalkoznak az alattuk lévő kis egyesületekkel, hiszen ez a rendszer, ez a piramis rendszer, ez a kis C-csoportos települések csapatairól és sportegyesületeiről szól, azokról a gyerekekről szól, akiknek lehetőséget kívánunk biztosítani, és az a tapasztalatunk, hogy minden kis településen van legalább egy olyan ügyes gyerek, aki a futball számára rendkívül értékes. Az a kérdés, hogy neki biztosítunk-e a fejlődéséhez további lehetőséget, illetve a többieknek van-e lehetőségük majd az elkövetkező időszakban a labdarúgásban bennmaradni. Hogy látta itt a gyerekeket, mennyire, ja, elhangzott, hogy akár Zsuzsák Balázs is példakép lehet, hogy látta itt a mostani gyerekeket, van esetleg olyan ügyes, aki akár elérhet erre a szintre? Nagyon sok ügyes gyerek van, nem véletlenül mondtam a Zsuzsák Balázs és a Nagy Ádámnak a nevét, mert azért a magyar futball is fejlődik, bármennyire is furcsának hangzik, de azért szépen hosszú folyamat az, amin elindultunk, de úgy évről évre egyre fejlődőképesebb ez a magyar labdarúgás, és jönnek majd azok a fiatalok, akik itt a Bozsik program rendszeréből egyre följebb és egyre ügyesebben jelentkeznek majd a különböző korosztályokban. Nem csak ha arra gondolunk, hogy most az U17-es válogatottunk az Európa-bajnokságon legyőzte a franciákat, akkor azt gondolom, hogy ezek már az első olyan gyümölcsök, apró jelek a magyar futballban, amik bizakodásra adnak okot, és ebben az U17-es magyar válogatottban rengeteg olyan gyerek van, akiket mi választottuk ki a Bozsik program rendszeréből, úgyhogy szerintem nagyon jó úton haladunk. A harmadik alközponti fesztivált is a gyerek, játék és élmény központúság jellemezte. A negyedik alkalomra május 21-én kerül sor Törökszentmiklóson.